A kiskörösi LC vármegyei első osztályban szereplő csapata október 8-án hazai környezetben fogadta az Akasztó FC gárdáját. A kiskörösi gárda legutóbb vereséget szenvedett a Lajos Mizsei VLC otthonában, így ezt a találkozót győzelemmel szerette volna zárni az együttes. Egész héten elég jó volt az edzés látogatottság, jó volt az edzés intenzitása, úgy gondolom maximálisan felkészültünk, de aki kint volt a mérkőzésen, az látott, hogy az időjárás az nem fogadott minket a kegyébe. Egy hatalmas szélben azért nagyon nehéz volt futballozni egy olyan csapat ellen, aki igazából tördelt a játékot, visszaállt, nem nagyon hagyott területet, és egy kontrából meg is szerezték a vezetés, szerencsére az első fél időben egy szöglőbet ki tudtunk egyenlíteni. A második fél időben a kiegyenlített játékból adódóan nem sikerült találatot szereznie egyik csapatnak sem, így a találkozó 1-1-es döntetlennel zárult. Azonban a mérkőzés elején még úgy tűnt, hogy az Akasztó FC gárdája viszi haza a győzelemért járó 3 pontot. Viszont érdekelve lőttünk ugye egy gólt, egy szép kontratámadásból, amire berendezkedtünk, hogy megpróbáljuk, csak utána egy kicsit kapkodóan játszottunk, tehát úgy beszéltük itt, hogy nem megfelelően játszottunk. A második fél időben igen, ott már amit a edzőnk elképzelt, az úgy helye közel rendbe jött. Voltak lehetőségeink, Kiskörösnek is volt lehetősége, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy igazságos a döntetlen. A mérkőzést a szélsőséges időjárás is nehezítette. A szél azért a mi játékunkat úgymond befolyásolta, nem tudtuk úgy olyan folyamatosan játszani, mint ahogy szerettünk volna. Mi is belementünk a kapkodásba sokszor, az ívelésekbe, a pontrugásokból próbáltunk veszélyeztetni. Volt is lehetőségünk, amit nem tudtunk kihasználni, de körülbelül ez volt a mai mérkőzésben, az időjárás nagyon rányomta a bélyegöt. A kiskörösi LC gárdája jelenleg 14 ponttal a bajnoki tabella 5. helyén áll. Legközelebb pedig október 14-én lépnek pályára az SC Híres Ép Egyesület otthonában.